Köszöntöm a kedves nézőket, Önök az első kézből című műsorunkat látják. Huzamosabb szünet után újra itt vagyunk, jobban szerettem volna élőbe elkészíteni egyébként, de polgármester úrnak a foglaltságára tekintettel léve most felvételről fog ezt menni a műsor. Köszöntöm a stúdióba, polgármester úr, rég beszélgettünk, hogy van? Jó estét kívánok, köszönöm szépen a kérdését, és valóban jó, hogy a nyári szünet lejárt után most már ismét elkezdődik az iskola, mindenki hazajött és elkezdődik gyermekszentmiklósan is az élet. Örülök, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy megbeszéljünk egy pár dolgot, egy olyan lehetőséget teremtsünk, ami bemutatja az elmúlt időszakot is, a jövőre is kivetíti a kérdésköröket. Van miről beszéljünk, ugye? Tehát van. Történtek munkálatok a városban, történtek megvalósítások, történtek olyanok is, amik tulajdonképpen nem vetnek jó fényt a városra, tehát olyan szempontból a közlekedésre gondolok, hogy feltörtek néhány útszakaszt, de azt mondják, hogy ez szükséges volt. Ön mennyire büszke az elmúlt időszaknak a megvalósításaival? Én elég sokszor mondtam azért a kampányidőszak alatt is, és mindig, amíg a tevékenységem alatt is, hogy Gyergyószentmiklóst szeretném felhozni a nullára. Ez azt jelenti, hogy a nulláról való építkezés, az már a látszólagos építkezés, a szépítési és a kézzelfogható látványos dolgoknak a megteremtése, ellenben odáig mi nagyon sokat kell dolgoznunk. És tehát a nulláig felhozni sokat kell dolgozni. Egy skálán akkor mondjuk egy mínusz egy és nullás, vagy mínusz tíz és nullás skálán ön hova tenni, hova tette volna a városnak a helyzetét? Hát amikor indultunk, én azt mondanám, hogy a mínusz 9-ről indultunk, és most körülbelül a mínusz 4-en vagyunk, és fel kellene lépjünk a nullára, azért, hogy látványos és olyan kézzelfogható dolgok történjenek meg, ami mindenki számára észlelhető és megfogható. Ezt értem ez alatt az infrastruktúrális beruházásokat, a vízcsatorna hálózat kialakítása, esővízelvezetés, a fűtésrendszer megoldása, a közszolgáltatásnak a rendbetétele egyenes vágányra profitábilissá való varázsolása, a forgalomirányítás, rendszerezés a város környékén, amik fontosak ahhoz, hogy úgy a költségvetésünket helyretéve, úgy az ásási és útfelbontási munkátokat elvégezve, utána végleges aszfaltétegekkel lehessen ellátni a várost. Ezért is nem aszfaltozunk, mert bizonyára most is sokan látják, hogy a vízcsatornázási munkálatokkal felbontják az útburkolatokat, a leaszfaltozott rétegeket is, amik még vannak, azokat is mind felszedik. Nagyon sokan mondták, és nagyon csábítónak tűnt sokszor az, hogy aszfaltozzuk le, hogy lehessen járni rajta, és majd aztán lesz valahogy, de nem engedhettem meg magamnak, nem engedhettem meg a városnak, hogy belevigyük egy olyan költségbe, amit későbbekben teljesen tönkre kell tenni. Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy ideiglenes aszfaltrétegeket húzzunk, és ideiglenes megoldásokat teremtsünk a városban. Meg kell várnunk sajnos ennek a kifutását, meg kell várjuk azt, hogy bekerüljön minden a földbe, és a fűtésrendszer, a vízcsatornázás, esővíz, és a húzóknak a földbetétele után lehet összefüggő útburkolatokat pályázni, tervezni, és akár saját költségvetésből is kivitelezni. De azért megjegyzem azt is, hogy azok az utcák prioritást élveznek, ahol forgalmas is, és a közművek fel vannak újítva és le vannak fektetve, vagy jó állapotban vannak. Azokat az utcákat próbáljuk most aszfalt réteggel ellátni, hosszú távú befektetésként, ami érinti most jelen pillanatban a Stadion utcát és később a Pacsirta utcát is. Az már nagyon időszerű volt, ugye ezelőtt 3-4 évvel is kiveséztük ezt a témát, a betelefonálók határozottan kérték, hogy tényleg a Stadion utcára fordítsanak nagyobb figyelmet, hiszen járhatatlan volt egyszerűen. Most ugye elkezdődött, nem is akármilyen alapot fog kapni, ma úgy látom fölásták, hogy majdnem méteres mélységbe, tehát gondolom ott mindenféle vezetéket kicserélnek, hogy utána ne kelljen áskálni, feltörni. Hogyha emlékszünk és visszaemlékszünk arra az időszakra, amikor ezelőtt 3 évvel nekifogtunk az eső, vagyis a víz csatornarendszernek a kialakításának, ami a csatornarendszer az elfogadható állapotban volt, és a lakosok is rácsatlakoztak, utána a vízhálózatnak a teljes felújítás történt meg, úgy a tűzoltócsapoknak az elhelyezése, ez minden megtörtént. Utána nekifogtunk volna az utcának a rendbetételének is, benne volt a költségvetésünkben, helyi költségvetésből szerették volna ugyanúgy megoldani,
elemben jött Udvarhelyi miniszterasszonynak annak idején egy pályázaton, ami úthálózatoknak a leaszfaltozását érintette volna, és abba a nagy csomagba beletettük Gyergyőszentmiklós utcájaként a Stadion utcát, meg a Pacsirta utcát is, és a pályázatunk nyert. Sajnálatos módon jött a 2012, váltások történtek, Udvarhelyi más pozícióba került, és azt a programot teljesen leállították. A nyertes licitálás alatt lévő pályázatunk elveszett, és ennek meg kellett várni a kifolyását, hogy teljesen lezárjuk, a költségvetésünkbe ismételten visszakerülhessen, és akkor most került sajnos sor arra, hogy az esővíz elvezetés is most belekerül, és végleges aszfaltréteg szegővel és járdafelülettel fog kialakítódni abban az utcában. Valóban nagyon bosszantó volt, és nagyon nehéz volt nekem is átérni ezeket az éveket, amíg az aszfalt burkolat hiányában nem lehetett semmilyen munkát ott elvégezni. Láttuk, hogy sokszor kimentünk, gréderrel töltést tettünk bele, de ezek ideig óráig tartottak, az első eső után tönkrement az egész, és csak az aszfaltréteg oldja meg hosszú távon ezt a kérdést. Sajnálom, hogy mostanra került csak sor, de azért mégis öröm számomra, hogy végre oda kerülhettünk, belefoglalhattuk az évelején a költségvetésünkbe, kilicitálhattuk, licitre bocsájtottuk, terveket készítettünk. A tervek után most a kivitelezés munkálati folynak, ami hamarosan befejeződnek. Ugye az már megszokott dolog, és már fel sem kapjuk a fejünket arra, hogyha jön egy látogató, egy turista, és azt mondja, hogy jaj, hát a város a környező falvakhoz képest mennyire le van maradva, hogy Gyergyó remete, hogy Gyergyó ditró, és milyen szép ingatlanok vannak, úthálózatok vannak kiépítve. Ugye az is elhangzott, hogy ennek megvoltak az okai, tehát ugye a 10 000 lélekszám alatti települések pályázhattak bizonyos kategóriákban. Mennyire lesz idéntől más a helyzet, hogy az elkövetkezendő időszakban, hogy mennyire tud a város is, tehát Gyergyószán Miklós is bekapcsolódni ezekbe akár uniós, akár állami pályázatokba? 2006-os és 2013-as időszak az inkább a rurális környezetnek kedvezett. A 10 000 alatti és 50 000 feletti városokat támogatták, és voltak integrált városfejlesztési stratégiák is, amelyekre lehetett pályázni, de ezt megyeközpontok kapták meg többnyire, és őket helyezték előnybe. Voltak még egy-két elvétve egy-két város, ahol ha nem volt akkora értékű a megyeközpontnak a pénze, akkor még mellé betettek egy másik várost is, de ez a Románia szinten nagyon kevés történt meg. Úgyhogy sajnálatos módon a 2013-as és a 2006-os és 2013-as szesszióban nem kedvezett a szélállás nekünk, ezért pályázatainkat, külső forrásból való beruházásokat nagyon keveset tudtunk megvalósítani. Természetesen a Kóskároly iskola akkor épült fel, a turisztikai pályázatot nyertünk két turisztikai irodának a felújítására, amik most aláírás alatt vannak. Úgyhogy mégis voltak lépések, történtek kisebb pályázataink, amik ki voltak írva, ne beszéljünk az erdei útaknak a pályázatáról, a 125-ös programban benne voltunk, és megnyertük a Békényfei utcát, a Csanódi útnak a leaszfaltozását és a Kupás útnak a rendbetételét. Ez is mind pályázatok volt, amiben részt vettünk. Ahol lehetett és csipni lehetett, azt mi megfogtuk és sikeresen is pályáztunk ezekben a tételekben. Nagyon remélem, és most úgy néz ki, hogy a 14-es-20-as szesszió ez most a városoknak fog kedvezni, azoknak a szegmenseknek, kisvárosoknak pontosan, akik kiestek ebből a szórásból, és most nagy erővel készülünk arra, hogy integrált városfejlesztési stratégiát mi is megvalósíthassunk. A főtér ezzel megújulhat, a húzalok, a csatornázás, a főtér teljes betétele belefér ebben, és különböző más pályázatok is, ugyanúgy, mint falvakon, aszfalt rétegeknek az ráhúzása a földutakra, a kövezett utakra megtörténhet ebben a szesszióban. Azt is kell tudni, hogy ez nagyon nagy előkészítési feladatot igényel, amivel most dolgozunk. Tegnap is Bukarestben voltam, egyeztettünk ezekkel kapcsolatosan, és most már megvannak a kiírások körülbelül, hogy milyen tételekbe lehet gondolkodni. Jövő héten megyünk Gyulafehérvárra, hogy ott is egyeztessünk. Pályázatíró cégekkel vettük fel a kapcsolatot, tervező cégekkel vettük fel a kapcsolatot, hogy minden szegmens le lehessen födni, és sikeresen tudjunk majd később évben pályázni. A legfőbb lehetőség, hogy sikeres pályázatunk legyen, hogy egyszer jól meg kell írni, jól meg kell tervezni, és a kiírásnak megfelelően kell letenni.
Erre úgy érzem most, hogy fel vagyunk készülve, megvan erre az irodai személyzet is, akiket most szerencsére felindották az alkalmazásokat, és idén tudtunk alkalmazni a fejlesztési irodára is személyzetet, akik a dokumentációkat el tudják készíteni. Vannak kapcsolataink cégek, pályázatíró cégekkel, tervező cégekkel, akik a munka oroszlán része hárul, és utána természetesen a kivitelezés az nem egy egyszerű dolog. Amit látjuk, hogy az elmúlt időszakban nekifogtunk a vízcsatorna hálózatnak a felújításának is, ami 2012-ben már be kellett volna fejeződjön. Sajnálatos módon egyszer kormány, pénzhiány, máskor építő, nem olyan hozzáállása, nem azt eredményezte, hogy még mindig a munkálatok folynak. Folyik a munkálat, a derítőállomás hamarosan készen lesz, a masszív munkálatok megvannak, most már szerelési munkálatok jönnek, a vízháznak jövő héten, a héten már nekifognak, és a hálózat 95%-ban le van téve. A lekötések hiányoznak, amelyeket most tesznek meg, és ezáltal kell felbontani az útburkolatokat. Igen, erre utaltam a első bevezetőben. Ezáltal kell felbontani az útburkolatokat, és sajnálatos módon a város még azon a szinten van, hogy még egyelőre fel kell törni, újra kell rakni, ezért építünk járdákat is mind ilyen piskótakövekből, mert azt mind vissza lehet állítani, és nem kell elköltsünk olyan pénzeket, amit meg későbbiekben meg kell duplázni, és próbáljuk úgy összerakni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Azaz arra nagyon kicsi pénzünkre, ami van a költségvetésünkben, nagyon vigyáznunk kell, nagyon jól be kell osztanunk, és sokszor hajlanék én is arra, hogy aszfaltozzunk egy picit, port hintsünk, de mégis a lelkismeret megszólal bennem, és nem engedi azt, hogy én magamot fényezve olyan dolgokat tegyek, ami későbbekben eladósítja a várost is. Port nem kell hinteni, az van szerencsére a városban. Így van. Említette, hogy 2012-re át kellett volna adni az új víz és csatorna hálózatot. Ön hogy látja, mikor lesz ennek vége ténylegesen? Sajnálatos módon nagyon kevés ráhatásunk van nekünk erre a munkálatra. Ezt annak idején 2006-ban letették a pályázatot, amikor 2008-ban oda kerültem, akkor felgyorsítottuk ennek a folyamatát. Kilicitálódott, a minisztérium finanszírozza, mi az önrészt kellett hozzátegyük, amit el is küldtünk a minisztérium fele. Ők licitálták ki, ők keresték meg a céget, és az a cég egy brassói csapat, aki most ezt a tevékenységet kéne folytassa. Az idén a teljes finanszírozási érték megvan, lehetőség van teremtve számukra, hogy minden pénzt elköltsen és be is fejezzék ezt a munkálatot, de sajnálatos módon nem látom azt a hozzáállást, ami igazából ezt a nagy ütemet mutatná. Viszont mégis odaállva, segítve, hátulról piszkálgatva haladunk lépésről lépésre előre, de nem azzal az ütemmel, amivel igazából én szeretném. És a szerződés nem köti a kivitelezőt a határidőhöz? Nem lehet őket szankcionálni? Ez nagyon furcsa. A szerződés már a munkálatok elkezdés előtt lejárt egyszer. Addig bogarázták, mert úgy licitálták ki, hogy a tervezés-kivitelezést ugyanaz a cég végezte el. Saját magának tervezte meg, és nagyon nem is avatott minket bele a tervezésbe, és most jönnek ki még azok a dolgok, hogy ki vannak maradva a házak, de azok a házak is azért vannak kimaradva, mert nincsen kadaszteri dokumentációja, nincsen építési engedélye, és jogosan kéri, hogy hát itt lakok én, kellene nekem. Igen, csak hogyha nem jöttél és nem jelentetted be a házadat, nincsen rá kadaszteri szám, nincsen házszámod, nincsen bejelentve rendesen, akkor nem tesznek oda, mert nincsen, nem szerepel hivatalosan. Ezért is sok ember hátrányba kerül, ellenben hiányossága a tervezőnek is, hogy nem ment ki a helyszínre, és minden utcát nem járt végig, nem figyelte meg a késztényeket a helyszínen, és emiatt nagyon sok problémánk adódik, nagyon sokat veszekedünk velük, és próbáljuk rendbe tenni. Sajnos jelen pillanatban sincsenek kész, elfogadható tervek, amely működőképessé tehetné ezt az egész rendszert, de igyekszünk, hogy azokat a szegmenseket, amiket elvégeznek, azokat a csöveket, csőhálózatokat, amiket lefektetnek, megfelelőképpen fektessék le és működőképes lehessen későbbiekben. Említette a román fővárost is. Milyen szelek járnak Bukarestben? Hogy megy most ott a politizálás? Hiszen tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még ön is említette, hogy a Gyergyószent Miklós város pályázatait lesöpölték az asztal. Azóta változott a helyzet, hiszen úgymond az RMDS meg az MPP egyenesbe került, valamilyen fajta barátság alakult ki. Most mi változott? Támogatják ebben? Hogy van? Én azt látom, hogy jó volt a kérdés feltevés, hogy a Bukarestben mi történik, politizálnak? Hát ott politizálnak. És úgy látom az igazi kézzelfogható dolgokkal, amik a lehetőséget teremtenének a közösségeknek, a városoknak.
irányvonalat mutatnának az egészségügyben, vagy az oktatásban, ami nagyon fontos lenne, most számunkra ez hiányos. Nem is látok sajnos egyelőre nagyobb elmozdulást ezen a téren. Folyamatosan választási évek vannak, hol államelnököt választunk, hol parlamentet, hol európai parlamentet. Hol és az annyira... államelnök szídja a igen, miniszterelnököt, hol fordít, és ezzel telnek. És én ezt ebből ki is zárom magam, nem mászok ebbe bele, sajnos nem neki kerülni a politikát, hiszen a politika által jönnek a pénzek, a megvalósítások és minden egyes olyan dolog, ami az egészet működteti, de sajnálatos módon befolyásolási lehetőségünk ebben nem nagyon van. Annyira kapaszkodik mindenki fent a székbe, annyira kapaszkodik abba a valótlan világban, ami ott van, hogy ez szinte számomra hihetetlen, de én azt látom, hogy valamilyen szinten gazdasági szempontok köré csoportosulnak, megvannak a céljai mindenkinek, és azt a célját próbálja fenntartani politikailag. Meg akarja magát erősíteni, és az a baj, hogy ebben a politikai harcban alul marad a nép, alul marad igazából az a választópolgár, akiért küzdünk, és aki ott van. Ezt nem szeretem, és nem látom jónak a román politikában. Ez van a magyar politikában is ellenben, ezért a Magyar Polgári Párt az RMDS-szel egyességet kötött valamilyen szinten, mert látjuk azt, hogy a civakodás, az egymással való torzsalkodás politikai szinten a közösségre van kihatással. Mi leültünk velük és egy közös egyességre jutottunk azokban a fő kérdésekben, amelyek a közösséget érintik, és el is mondtuk, hogy politizáljunk, tegyünk lépéseket, erősítse mindenki a saját táborát. Ellenben figyelnie kell mindenkinek arra, hogy a fő cél az előttünk lebegen, és ne térjünk le arról az útról, hanem tudjuk, hogy merre kell haladni, hiszen minden négy évben ígéreteket teszünk, biztattunk embereket, és ez a biztatás nem maradjon el a hétköznapokban sem. És ez volt az elméleti sík, de a gyakorlatban ez most hogy működik, ön tapasztalhatta bizonyára? Gyakorlatban a minisztérium, ott vannak a kormányban az RMDS-esek, tárgyalunk velük, folyamatosan támogatásokat kérünk, segítenek ajtót kinyitani, információkat szolgáltatni. Sajnos materiális dolgot ilyen szinten még nem sikerült letenni, azért is, mert nem voltak olyan pályázati források, olyan nagy lehetőség, amit ki lehetett volna használni, de ahol kell, úgy érzem most ez a szakadék megszűnt közöttünk, és segítségre találok, amikor kérek. Van nekünk egy parlamenti képviselőnk, van nekünk egy megyei tanács alelnöke, van nekünk egy prefektusunk, ugye, aki Gyergy Juditról származik. Hogyan tudna esetleg a város kihasználni ezeket a kapcsolatokat, vagy egyáltalán ki lehetne használni, hogy hathatósabban kerüljenek ide támogatások? Például a képviselő úrral, Moldován képviselő úrral most is találkoztunk és egyeztettünk. Van egy közös projektünk, amit szeretnénk a Békény utcát átadni a Nemzeti útnak, azzal a szándéka, hogy azt újítsa fel, hiszen egy szerintem az az utca a legforgalmasabb és a legigénybevettebb. Hát a terelőt. És terelőtként dolgozik, nagyon szűk, az a házak ki vannak építve az út mellé, és nagyon nehéz lehet az élet azoknak az embereknek, akik a Békény utcában, Halász utcában és a Dózsa-György utcában laknak, hiszen a rossz állaga miatt az útnak a dübörgő autók sokszor éjszaka is szerintem felzavarják álmunkból. Házfalak megrepednek. Megrepednek házfalak, porral megtelnek, nagyon nehéz. Ezért ezt látva felmértük ennek a költségvetését, hogy mennyibe kerülne, és 1,5 millió eurós összegről tudunk beszélni, amit nem tud az önkormányzat részből megtenni, ezért keresünk külső forrásokat. Próbálunk egy olyan megoldást találni, hogy átadni a nyomvonalát, megváltoztatni a DN12-esnek, a Nemzeti útnak, és a 13B-nek, ezt az utat valahogy összekötni, áttenni oda, és hogyha az ők átvennék felújítás szempontjából, akkor ők tudnának finanszírozást találni arra, volna is lehetőségük, mert egy kormánynak nem olyan nagy összeg egy 4 kilométeres utat felújítani, mint egy Erjószemutósnak. Ellenben ez egy elég húzamonás időszak. Ebben kértem a képviselő úrnak a segítségét, és ő a bizottságnak tagja is, amelyik ezt kezeli, és ígéretet is tett, hogy ebben a kérdésben megoldásokat találunk, vagy ilyen formában, vagy más megoldást,
hogy aszfaltréteggel tudjuk ellátni és járhatóvá tegyük. Természetesen kérésünk az is, hogy a terelőút minél hamarabb megépüljön, amire már lépéseket tettek ezelőtt 5 évvel, de ez az állami beruházás, és azt látom, hogy még ez még gyerekcipőben jár, és inkább ezt kellene hamarabb megcsináljuk, és utána majd, ha meg lesz, az is egy nagy könnyebbség lenne a város számára. A rövid szünetet tartunk, kedves nézőink, reklám következik, nem sokára folytatjuk. Hetedik alkalommal hívjuk Önöket a székelyföldi lovas ünnepre keresztelt nagyszabású lovas kutyás kultúrát magába foglaló eseménysorozatra, amelyet szeptember 20-21-én a Gyergyószentmiklósi lovaspályán szervez a Krigel Sportklub. Lovas kaszkadőrök, légi bemutató, díjugratás, huszárok, kettes és négyes fogatok versenye, kutyakiállítás, lószemle, kutyafogat és agility show, polgármesterek csatája, ostorművészet, rönterhelő és munkalovak versenye, vicces vetélkedő, haditorna és még sok más program a két nap alatt. Több mint 50 különböző látnivalóval kívánunk egy igényes, szórakoztató, feltöltődésre alkalmas hétvégét biztosítani mindazoknak, akik kilátogatnak erre a rendezvényre. Szombat este a DNS zenekar biztosítja a jó hangulatot. Szervezők Krigel Sportklub, Hargita megye tanácsa és Gyergyószentmiklós önkormányzata. Kérjük, hogy családtagjait, barátait, szomszédjait is hozza a rendezvényre. Szeretettel várunk mindenkit. A belépés ingyenes. A szerver számítógépek, nyomtatók, fényképezőgépek és kamerák széles skáláját kínálja elérhető áron. Ugyancsak bőválasztékban forgalmaz irodaszereket is. Emellett szervizelést, tanácsadást, hálózatok tervezését és szerelését is vállalja. Ön megálmodja, mi kivitelezzük nyílászáróit. Fából készült hőszigetelt bejárati ajtók, termopánablakok és beltéri ajtók gyártása és szerelése. Kobezol. Természetesen az ön otthonában. Önök még mindig az első kézből című műsorunkat látják. Meghívottunk Mezei János, Gyergyószentmiklós város polgármestere. Beszéltünk különfélékről, de elsősorban az infrastruktúrális fejlesztésekről. Következő nagyon fontos dolog, gond, ami több ezer lakástulajdonos, tömbházlakás tulajdonost érint, az a fűtés, a távfűtés. Ugye még nem kezdődött el a távfűtési idény, de már rengetegen aggódnak amiatt, hogy talán emelkedni fog a gigakalóri ára. Másrészt meg az RMDS egyfajta kivizsgálást indított, hogy ugye tulajdonképpen nem is kellene legyen ilyen drága gigakalóri ára, hiszen az előállítási ár jelentősebben kevesebb, mint azt meghatározta a távfűtés szolgáltató. Ugye 354 lej per gigakalóriáról beszélünk jelenleg. Felmerült az is, hogy miért ez az ár, mert hogy annak idején úgy volt, hogy 55% gázzal a távfűtésnek az előállítása, távfűnek az előállítása 55% földgáz és 45% biomassa. Mennyire lehet ezt átformálni, esetleg milyen hatásköre van az önkormányzatnak azon túl, hogy elfogadja vagy nem a szolgáltató által benyújtandó áremelést, mit tud még tenni? Nem engedek én az RMDS frakciónak a nyomásának, hogy az árat módosítsuk felfele. Valóban ők azt mondják, hogy lefele kellene, de hogyha reálisan gondolkodunk, ezelőtt 4 évvel megállapított ár ugyanaz, és nem változott még egyáltalán, és nincs is szándékunkban ezt az árat változtatni. A gigakalóriára változott, én úgy tudom. Nem, 200 valamennyiről? Nem. Jaj, nem. Hogy az 354. 354, az önkormányzat csökkentette az ő részét, és most 305 lejt kell fizessenek a lakosok a 354 lej helyett. Az önkormányzat továbbra is fenntartja ezt a támogatási mértéket egy segítségképpen azon lakó személyeknek, akik nehezebben boldogulnak. Ellenben azt is kell tudni, hogy az RMDS
frakció kérte az aktualizálását ennek az árnak. És hogyha reálisan gondolkodunk, 4 év alatt azért drágult az üzemanyag, drágult csomó minden, és hogyha aktualizáljuk, az olcsóbb nem tud lenni. Persze ők azzal jönnek, hogy akkor megállapított faüleménnyel előállított hőenergia és a gázzal előállított hőenergia aránya megváltozott, hiszen akkor úgy tervezték, hogy egy nagyobb részét, vagy kisebb részét fogják gázzal fűteni, és nagyobb részét fával, de nem az az arány, ami a realitás mutatta, mert még nagyobb részét tudták megoldani fával, és kevesebbet a gázzal. Ellenben ez nem akkora mértéke, mint amikor tulajdonképpen lehetne ennek az árnak a csökkentését elő is idézhetni. A cég korábban letett felém egy ár módosítási javaslatot, persze a 3 év periódus lejártával. Igen, letette, hogy akkor most már aktualizálni kellene, mert 3 évig ígérte, hogy nem változtat az áron. Letette, ami nagyobb volt, és azt az árat én nem fogadtam el. Letárgyaltam velük, és azt mondtam, hogy ezen szinten kell tartani. Nem módosítsunk, keresünk inkább alternatív megoldásokat, amik vannak, és nem az ár emeléssel kellene foglalkozunk, hanem inkább az ár csökkentéssel. Erre visszatérve... Ezt mondja az RMD azt is egyébként, igen, hát ő is árcsökkenteni akar. Valóban így van, csak amikor egy gazdasági szempontot nézünk, és a gazdaságilag nézzük meg, akkor az árban nem csak az előállítás folyamata van benne, hanem ott van a személyzeti költségek is ott vannak benne, ott van a beruházásnak az amortizációs költsége is, amit bele kell foglalni, és azon kifizetett adósság 7,1 millió lej, amit a 71 milliárd lej régi pénzbe, amit annak idején a közüzemeknek adósság fejében kifizetett az ISZTÁR. Abból az adósságban, amit felhalmazott a közüzem. Ha ezt nem fizettük volna ki, a város költségvetéséből vonták volna le, letiltották volna a kontjainkat, és előbb-utóbb levették volna, hiszen mi vagyunk a tulajdonosai. Az, hogy ez ne történjen meg, és ne hagyjunk ilyen nagy terhet a közüzemeken, levettük ezt a hátáról. Ez mind bele van kalkulálva a fűtés részen felhalmozott adósságtól elkezdve a beruházás értékeig, ami amortizációs költségként jelenik meg, amit évről évre csökkenteni kell. Nem nézhetjük csak azt, hogy vettem 10 köbméter faüleményt, 1 köbméter gázt, ebből állítottam a hőt, és akkor ennek a visszaosztásából kiszámolom a hőenergiát. Nem. Rengeteg járulékos költség van. Az egyetlen gubanc még az egészben az RMDS részéről, hogy figyelemben kívül hagyja, hogy a teljes amortizáció, a teljes beruházás értéket nem foglalta be annak idején a cég az amortizációs költségébe. Csak egy részét. Ellenben most az RMDS frakció feljelentette az ANRSZ-nél, az előző bukaresti hatóságnál elküldte az ISZTÁR-nak is, és kötelezni fogja, hogy tegye bele most az egész költséget. Mivel erre a költségre az RMDS frakció felhívta a figyelmét az ANRSZ-nek, ezért ő most nem fog tudni eltekinteni, hogy csak a felét tegye bele a beruházás értéknek, hanem a nagyobb részét. Természetesen ők meg fogják tenni a bizonyos lépéseket, ők szeretnék akkor most aktualizálni, nekik nagyon jó jött az ISZTÁR-nak ez az RMDS frakciónak a megmozdulása, de nem fogjuk engedni, és a lakosok nem kell féljenek az árdrágítástól, nem kell féljenek a további elérhetetlen fűtésáraktól, ellenben a lakosságnak a része, ami lenne, és amire felhívnám a figyelmet, és egy közleményt is a napokban ki fogunk küldeni, a téli időszakra való felkészülés szempontjából, hogy meg kellene teremtsék a lehetőséget arra, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit fogyaszt. Sokat szajkóztuk annak idején a vízhites elosztást. Igazából ez lenne a teljes megoldás, mert a rossz rendszerekre való tekintettel, 30 éves elavult rendszereket csak fel kell újítani, és a vízhites elosztással nem csak felújítódik, hanem korszerű lehetőséget is kapunk, amit a jelenlegi korszerű rendszerünk biztosít mindenki számára. A 24 órában 24 órás fűtést és szabályozhatóságot. Ellenben ennek van egy olcsóbb megoldása, nem a 2400 vagy 4000 lejes beruházás, amit el kell végezzen egy család a vízszintes elosztással, hanem a költség elosztóknak a felszerelésével. Hogyha egy lépcsőház, egy tronszonon az emberek 51%-a megkeresi aláírásával azt a céget, aki ezt a költség elosztót felszereli, elmegy, és fűtőtestenként 100 lejt kell fizetnie, 100 lejt kell fizetnie, ezért a 100 lejért fog kapni azt a mérőműszert, plusz egy állítható, szabályozható termosztát csapot, amivel ő be tudja állítani a hőmérsékletet, mennyit akar használni. Ezentúl 5 lejt kell fizetnie per fűtőtest a fenntartási költségekre havonta, annak a cégnek, aki az egészet leolvassa, és az ISZTÁR-ral kapcsolatot teremt, hogy mennyit szabályozzon és mennyit fizessen, vagy számlázzon ki mindenkinek. Ezzel tulajdonképpen, hogyha valakinek nincsen pénze,
akkor is négy szobás lakásban lakik egy nyugdíjas pár, akik régebben család volt, nagyon voltak a család, fiatal tagjai kirepültek, ők ketten maradtak, nyugdíjból élnek most már, össze kellett húzzák magukat, persze benne maradtak abban a családi lakrészben, és a négy szobát már nehéz nekik fenntartani. Most jelen pillanatban, ha akarja, ha nem, jön a meleg, ki kell szétosztják, ki kell fizetni, viszont ha a költségelosztókat felszereli, és lehúzza a két szobában, lecsavarja, teljesen lezárja a fűtőtesteket, akkor már az nem fog fizetni. És az elosztás szempontjából ő annyival kevesebbet fog fizetni. Vannak már ilyen példák, a forradalomnegyedben máshol is. Vannak negatív példák is, ahol nincsenek rendesen beállítva, ezért kell odafigyelni, hogy minél többen legyenek rajta a rendszeren, de hogyha 51%-a rácsatlakozik, azaz fele plusz egy kéri, azt a fele plusz egyet azon a tronszonon rácsatolják, és a többinek arányában a megmaradt értéket azt szét fogják osztani. Ezentúl még egy lépést tehetnek, felkészülve a téli időszakra, hogy leszigetelik azokat a csöveket, amelyek a lépcsőház aljában és a fent, a modul körül vezetik a hőt, hiszen azok is a lépcsőházon belül már rájuk tartoznak, és főleg modulból kijövő csövekről van szó, amelyek fűtik a lépcsőházat. Ez az energia visszaosztódik a lakósokra. Nem sok pénz egy pár lejből csőhéjat vásárolva, vagy akár közeggyapottal és dróttal becsavarva, szigetelve ezeket a csöveket, 10-15%-os sporlásokat is ki lehet eredményezni a rendszereket. Ha egy kis pénzt mindenki most összetesz, a saját fűtőtestére felszereli a költségmegosztót, ezentúl leszigetelik azokat a részeket, akkor már szabályozhatóvá válik a fűtésrendszer, és hogyha nincsen valakinek sok pénze arra, hogy most minden négy szobát fűtse, akkor lezárja, és megpróbál egy picit összehúzódva élni, csak akkor húzza fel, ha a vendégek jönnek, vagy ha a gyerekek hazajönnek, és nem kell pluszköltségeket kifizessen, amit egyébként nem is használnál és nem is igényel. Igen, ez működik több helyen, például nálunk is működik ez a költségelosztós dolog, tehát valóban így van, hogy ha összehúzza magát és letekeri a csapot, akkor kevesebb fűtés kap, nem kell annyit fizetnie, viszont hogyha fogyaszt, akkor így is úgy is kell fizetnie. Igen. Térjünk vissza a távhőre és a gigakalóriára. Tehát ön akkor, ha jól értettem, azt mondta, hogy nem fog ez drágulni idén, tehát ebben a szezonban? Ebben a szezonban semmiképpen nem fog, de decemberig semmiképpen nem fog drágulni, de én még egyszer jelzem, hogy árdrágításról a jelen pillanatban és a jövőre való tekintettel nincsen szándékunkban és nem szeretnénk drágítani. A nyomás most, amit ránk... Önök nem viszont a szolgáltató továbbra is megkeresi önöket, hogy na már pedig itt van egy másik tervezet, és én kérem, hogy emelje az árat, akkor mit fognak csinálni? Én azt fogom csinálni, hogy először is indokolja meg az áremelést. Ha az áremelést ő nagyon akarja és nagyon át akarja nyomni, akkor visszatérünk, hogy a beruházás értékét, amit ő most jelen pillanatban be akar majd tenni, akkor megnézzük, hogy az a beruházás értéke miért annyi, miért lehet-e kevesebb, vagy lehet-e több, vagy először is elemezzük. A másik szempont az részéről, eléteszem azt a projektet, amivel ő csökkentheti a fűtés árát, és nem növeli. Persze ide megint befektetés szükséges. Hogyha a kogenerációs rendszerre egy áramfejlesztőt csatolnának rá a rendszerre, áramot termelnének, nekik sokkal nagyobb jövedelmet tudna termelni. Ez az eredeti projektnek a lehetősége lenne, és ezáltal hulladékhőként lehetne a távhőbe visszacsatolt energiát használni, és ilyenkor nem kellene csak minimális értékkel számolni. Ez oldaná még igazából Gyergyőszre Miklóson véglegesen a fűtéskérdést, és ilyenkor lenne mindenki számára elfogadható. Vannak erre már példák más városokban is, és ezt kéne Gyergyőszre Miklóson is megcsinálni. Az igazi eredeti terv ez volt. Ezt szerettük volna mi Dísztára közösen akkor kivitelezni. Sajnálatos módon jött az a gazdasági válság az Dísztáron belül, ami átmódosította az ő üzleti terveit, ezért nem tudta azt projektek szintjén maradt csak, nem tudta azt megvalósítani, mert olyan elképzeléseink is voltak, hogy az Dísztár majd medencét fog építeni, úszómedencét fűteni fogja ebből a hőből, ami neki nem kerül pénzében. A hokipályának hőcserélővel, hőszivattyúval megoldva a fűtését, és ezeket mind egybe egy energetikai projektbe bele lehetett volna tenni, amire terveik vannak, és elképzeléseik az Dísztárnak. Sajnálatos módon anyagi vonzatok miatt nem tudták ezt megoldani, de még mindig ez lenne a megoldás, és előbb-utóbb ez meg fog történni Gyergyőszre Miklóson.
ha az ISTAR, ha más cég által. Egy szerencsés helyzet is van, hogyha az ISTAR nem szándékszik befektetni, most felkínálta eladásra a céget, és hogyha valaki megvásárolná, akkor és ezzel a szándékkal... Hát az mit jelent? Az egész ISTAR céget, vagy a Gyergyó Számítól? Csak a Gyergyó Számítól részt, mert nem igazán jövedelmező számára ez a most ebben a pillanatban az elképzelései szerint a Gyergyó Számítósi fűtésrendszer, ezért ő... Tehát magyarán nem éri meg, és ki kéne hátrálni? Igen, és ezért eladná. Egyedül akkor érné meg valakinek, és akkor lenne ez profitábilis a vállalkozó számára, ha megcsinálná a projektnek a második részét is, az elektromos áramtermelést. Mert az annyit hozna az ő konyhájára, hogy nem a lakossággal kellene megfizettesse az amortizációs értéket, hanem nyugodtan azt le tudná nyelni, és a villanyáram termelésen a zöld kóták és egyéb ilyen certifikátok által ő a jövedelmét meg tudná szerezni. Ha neki megvonna a biztonsága, utána könnyebben tudná engedni, és olcsóbbá tudná tenni a fűtésgyerőszemus számára. De ide kell a képviselőtestület támogatása, kell a lakosság támogatása, és mindenki meg kell értse, hogy az energiával valamilyen szinten spórolnunk kell, lehetőséget kell teremtenünk egymásnak, hogy kialakítsuk azon mérhető és szabályozható rendszerünket, amit most ez a rendszer kínál, és közösen kell dolgoznunk azért, hogy ez jól működjön. Bármit is mondunk, bármit is teszünk, jól gondoljuk át, fontoljuk meg, informálódjunk, és annak függvényében tegyük a lépéseket, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen. Előfordulhat-e, hogy szolgáltató, távfűtés szolgáltató nélkül marad a város? Ugye az imént említette, hogy eladásra kínálják a céget. Mi van akkor, hogyha a szolgáltató azt mondja, hogy már pedig innen tényleg nem rentábilis nekem, és leállok? Azt kell tudni, hogy a 2015-ös törvény leszabályozza, hogy az önkormányzatnak kötelessége működtetni ezen távhő, víz és csatorna rendszereket, amik az alapfeltételeit biztosítják az életnek. Ebből a kötelességből adódik, hogy bármilyen gazdasági szempont, bármilyen válság, bármi történik, a hivatal azonnal veszi át a rendszert, és ő kezében fogja tovább működtetni. A rendszer, ami le van fektetve... Hát az egy magánrendszert, úgymond, amit az ISTAR üzemeltet, és oké, hogy sajátja is az önkormányzatnak, természetesen tudom, de most itt egy önkormányzatról és egy magáncégről van szó. Azt kell tudni, hogy amikor a magáncég ide jött, 25 évre leszerződtünk, abban benne volt az is, hogy amit beruház, az mind a városnak marad. És a beruházási részben a városnak elég sok tulajdona van már jelenleg is benne, hiszen azok a csövek, amik a közüzemeknél meg voltak vásárolva, az nem is került soha a cégnek a tulajdonába. Az mind a város tulajdonában maradt. Azok a modulok, amelyek meg voltak korábban vásárolva, az mind az önkormányzat tulajdonában van. Igazából a kazánház, ami a cégnek a tulajdonát képezi. Ellenben nekünk megvannak a gázkazányházaink, működőképesen szerepek minden beállítva, most is működnek, amikor szükséges, úgyhogy nem fenyeget az a veszély, hogy a Gyergyó Számítós fűtés nélkül marad bármilyen gazdasági manőver által. A szabályozhatósága, az árnak a szabályozhatósága mindenkori önkormányzatok a kezében van. Ez áttárgyalható, mélegelhető, jól megfontolható, és egyetlen képviselőnek sem érdeke és nem szándéka az árat emelni, az árat fele módosítani, hanem ezen, legalább ezen a szinten tartani. Továbbra is az önkormányzat valamilyen szinten még támogatásokat folyosítja, és ezáltal, ha mindenki ezt megérti és a szabályozhatóságát megteszi, akkor nem kell számítani a költségemelésekre. Váltsunk témát, ugye többen megkeresték a szerkesztőségünket is, arról panaszkodnak, hogy talán újra nőtt a idegenből ide érkezett romáknak a száma. Ugye annak idején a hivatal közösen a helyi rendőrséggel, a csendőrséggel és az állami rendőrséggel ilyen spontán rajtaütéseket, ellenőrzéseket tartott, amelyek során megvizsgálták az illetékességüket azoknak a romáknak, akik vagy a téglagyáron, vagy a város különböző területein telepedtek le. Mi van ezekkel? Tart még továbbra is, vagy az csak úgy elmúlt? Nincs akkor a sajtóhíre, inkább azt mondom, mint akkor, mert ez nem volt eléggé humánus dolog, és eléggé sok támadást kaptam emiatt. Továbbra is ellenőrzések folynak a személyazonossági
lapjukat, kártyájukat nagyon szigorúan kezeljük. Tulajdonképpen ideiglenes kártyákat kapnak. Most az elmúlt időszakban azon roma közösség, akinek, vagy romák, akiknek nem volt meg a megfelelő lakatási engedélyük, négyzetméter befogadási kérelem, azok nem kaptak személyazonosságot. Vagy ha férhez ment, gyerek született, 14 évet betöltötte, akkor került ilyen, de ezt majdnem a 10 ujjamban meg tudom számolni. És ez az egyik szempont, a másik viszont a további ellenőrzések mennek. Ne beszélve arról, hogy most már a helyi rendőrségnek a létszámát is meg tudtuk emelni, lehetőséget kaptunk a kormánytól a megemelésre, és most már 18 fővel működik a helyi rendőrségünk. Folyamatos őrszolgálatot végeznek, folyamatosan ellenőriznek, és próbáljuk visszaszorítani a garázdaságot, próbáljuk visszaszorítani a kéregető gyerekeket, amelyre két külön ember van, aki a főteret járőrként rendben tartja, és az ilyen turisták leruhanó cigány gyerekeket fegyelmezi és elviszi onnan. És önnek mi a tapasztalata? Hogy tényleg megsokszorozódtak? Mert hogy emberek mondják, hogy hát ide azért jönnek, mert itt tényleg le tudnak telepedni, és nagyon könnyen megkapják azt a bizonyos szociális segélyt. Innen sokan elmennek. A szociális segéllyel nagyon csinyán bánunk, és itt van Gyergyószentmiklóson, ahol nagyon ki is vágjuk, és nem is kapják meg azok, akik nem dolgoznak. Nagyon odafigyelünk arra is, hogy csak Gyergyószentmiklósi születésű és idevalósi cigányok dolgozhassanak is, kerülhessenek be ebbe a rendszerbe, és az elmúlt időszakhoz képest nincsen emelkedés ezen a téren. A létszám az stagnál, sokszor csökken, változik. A létszám növekedés onnan tűnhet fel, hogy amikor van a gyümölcs, erdegyümölcsnek a betakarítása, gombaszedés, meg hasonló lehetőségek, akkor idegenből ide jönnek ilyen karavánok, amelyeket kimegyünk, ellenőrzünk, a csendőrséggel szét kergetünk, de ezeknek a létét kontrolláljuk valamilyen szinten, de ez ideiglenes, mert utána, amikor lejár ez a szezon, ismét visszavonulnak, és két hónap itt létük alatt, utána megint visszamennek településeikre. Nem jellemző, és nem nőtt Gyergyószentmiklóson a roma közösségnek a száma. Ugyancsak nemrég indult el, és aktuális téma még mindig, az ingyenes ivartalanítási program. Hogy működik, polgármester úr, hány ebbet sikerült eddig ivartalanítani? Hát azért, hogyha valaki körülnéz Gyergyószentmiklóson, most már ez a kutya programmal kapcsolatosan, a kobrakutyáknak a száma csökkent, és apadt a negyedekben és a város közterületein. Ez köszönhető ennek a programnak, ami most jelen pillanatban is folyik. Ez az ingyenes ivartalanítás akció most is fent van, egész évben fog működni. Mindenkinek a kutyáját, aki bejelentkezik a megadott telefonszámokra, lehozza, elaltatják, ivartalanítják, csippezik, kis könyvet állítanak ki róla, és egy nyilvántartásba kerül az a kutya, amelyet otthon szeretne tartani, és annak függvényében bekerül a rendszerbe. Adót sem kell fizessen, kutyaadót, hanem az a kutyaadó, ami elég nagy zűrt kavarta az emberek fejében és a közösségben. Főleg azok fejében, akinek nem is volt kutyájuk. Igen, csak az nem azt jelentette, hogy a saját kutyát, hanem azokat a kutyákat, ami közterületen mindenkit zavarnak, mert mindenki kijön a kapuján, és elmegy kenyeret vásárolni, bármit, a gyerekét el kell vigye iskolába, és találkozik azok a kóborebekkel, amelyek veszélyeztetik az életét, vagy a biztonságát. Ezt a hatlejjel, ezt akartuk visszafolytani, és ennek akartuk megtalálni a megoldását. Amit meg is találtunk, szerencsés helyzetben még társult mellénk egy svájci támogatás, és ezen svájci támogatással teljesen meg tudtuk oldani. Kenneleket építünk, most nem kell altassuk a kutyákat, ott vannak, beszállítjuk őket, etetjük, kezeljük, csippezzük, és az utcáról tűnnek el a kutyák. Úgy, ahogy korábban is mondtam, december 1-ére el kell tűnjenek a közterületekről a kutyák, és onnantól kezdve teljesen biztonságosan fog működni. És el is fognak tűnni december 1-ére, azt mondja. Igen, el fognak egy tűnni. Egy kóbor kutya nem lesz így. Most ez egy merész kijelentés, mert erre persze most, ha ezt kijelenteném, akkor lehet, hogy valaki felülés az ellen táborból saját kutyát, vagy addig tartogat egy kutyát, és akkor kiengedi, hogy be tudja bizonyítani, hogy igen, mégis van kutya.
Ellenben én azt mondom, hogy a közterületeket a kutyáktól megszabadítjuk, és nem fog érezhetően látványosan koborolni kóborkutya, csak egy-két napig, ameddig ismét befogásra kerül, hiszen nagyon, nagyon figyelik ezen kóborleveket, és amint feltűnnek, bejelentésre, lakosok bejelentésére, a saját rendőreinknek a meglátására azonnal mennek a sintérek, és begyűjtik ezeket a kutyákat. A kutyamennelyek működtetésével igazából az a gond, hogy nagyon sokba kerülnek. Nagyon sokba kerül a kutyáknak az étkeztetése, az oltása, stb. Ez meddig folytatható ez a dolog, hiszen példát is tudok mondani, a Gyergyói Állatvédő Egyesület beszámolója szerint tényleg nem kis pénzbe kerülnek, és ők alig bírták. Mindenki nagyon sokat mondta, sok polgármester kampányolt is ezzel, sokat emlegették, hogy megoldják a kutyakérdést, de amikor az ember belekerül, én is azt gondoltam, hogy ide jövünk, itt van a kóborkutyák, oda megyünk, befogjuk, és azzal elaltatjuk, vagy utána, hogy így az ember, hogyha végig gondolja ezeket a folyamatokat, akkor, és kiszámolja, akkor rádöbben, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog, mert befogni, megvan, hogy hogyan lehet befogni, és a kutya az nem áll meg, azért valahogy utól kell érni. Vagy altató injekcióval, vagy befogó hurokkal, de nem egyszerű. Mert a kutyák nagyon tudják, hogy ki akarja befogni, és ki milyen szándéka közeledik felé. Nagyon intelligensek, nagyon tudják, és nem egy olyan egyszerű folyamat. Ide autó kell, különböző eszközök, a injekció kell, amelyel ideiglenesen elaltatjuk, ameddig a befogás megtörténik, és az a műveleteket, az operációs műveleteket elvégzik rajta. Ez mind-mind költséget jelent. És kiszámoltuk a 300 kutya, ami annak idején készítettünk egy katasztert a város területén. 300 kóborkutya volt, 300 körüli kóborkutya volt akkor a város területén, és kiszámoltuk, hogy 150 ezer euróba kerülne nekünk az, hogy ezt működtetve hivatalosan az uniós normák szerint tudjuk kezelni. Ezért azt mondtuk, hogy mi ezt 150 ezeret nem tudjuk biztosítani, de tudunk egy olyan 20-25 ezer, 30 ezer eurót azzal, hogyha egy 6 teljes általános kutyaadót bevezetünk, mert a hivatal költségvetésében nincsen erre keret, és bármire is szerettük volna, nem tudtuk elvenni a járdáktól, és nem tudtuk elvenni más tanintézményektől a pénzt. Ezért inkább ezt a 6 lejes gondoltam, hogy most egy fél cigi árát egy évben, ha mindenki idadja, közös teherként megszabadulunk, és mindenki boldog lesz azáltal. Persze ez nem így sült el, és sokan ellenezték ezt a dolgot, persze erre rá is lehet játszani, ellenben ez egy 20-25 ezer eurós tételt jelentett, akik persze befizették, akik nem, az még hátra van, de a segítség ott jött, hogy a szerencse, ismét jött egy olyan személy, aki azt mondta, hogy Gyergyószem Kolosan segíteni fog, és pilotprogramként megoldjuk a kutyakérdést. Ezért idejött és biztosított arról a 150 ezer euróról, amelyet a kutyáknak a kezelésére lehet fordítani. Ő biztosította erről, de apránként adja ide, azoknak az állatorvosoknak fizetik ki, akik a csippezést és a kataszterezést, a kutyáknak, a házaknak a lejárását, oltását, mindent biztosítanak. Ők szám szerint beküldik és direkt megkapják a pénzt a svájcitól, nem nekünk adja át. Azon kívül, aki a hivatalanítást is végzi itt a műveleteket, ők is direktben az állatorvosok megkapják a pénzüket. És az a cég, aki felépíti a keneleket, kialakítja a kutyáknak az uniós normák szerinti keneleit, annak is kifizeti a költségeit. Azon kívül ételt biztosít számukra, hogyha kell vásárolni tápot, akkor leküldi a pénzt, megvásároljuk a tápot, és mindig annyit küld, amennyi pontosan szükséges és jól elszámoltatható, hiszen ez, mi is így kértük, hogy biztonság legyen meg, nagyon támadhatóak vagyunk ebből a szempontból, és ne legyen senkinek kérdése ebben a dologban. Ne hozzánk, utalják be a pénzt, hanem direkt azoknak az egységeknek, akik ezt kezelik. Ez most megvan, működik. Az idén javaslom, hogy mindenki tegye meg, mert jövőben nem tudom, hogy még ingyenesen fogja tudni támogatni ez a svájci úriember ezt az egész kérdést, de úgy látom, hogy ő szándékszik ezt továbbvinni. Sőt, és kiterjeszteni Székelyföld több városára. Kiterjeszteni most az egész medencére, és Székelyföld több városára is. Innen Gyergyószem Miklóson indul az egész, és innen fogjuk koordinálni. Innen indul, itt lesz egy minta program, amit mindenhol meg szeretne valósítani. És úgy látom, hogy egyre többen jönnek el általa, mert ő egy nagyon elismert ember és bizalmas ember a svájci térben is, aki az állatorvosi kamarának a vezetője. És sokan társulnak mellé, akik jönnek, további segítséget ajánlanak fel, és pályázatok is vannak, amelyen most letettük az elképzelésünket, és hogyha támogatást nyerünk, akkor ez ismét egy lehetőséget teremt arra. Meg tudtuk oldani azt,
amit én is nagyon szerettem volna, hogy a kutyákat ne kelljen elaltassuk, és normális körülmények között tudjuk tartani, etetni, nem lesoványítani és kínozni őket, hanem valóságban egy olyan körülményt teremteni, ami jó kifutókkal, és ez a terv el van készítve, hamarosan meg is fogjuk valósítani, de addig is folyamatosan szállítódnak le a kenelekben, az újonnan épített kenelekben azok a kutyák. Visszatérve a kutyaadóhoz, engem kifejezetten érdekelne, hogy ön hogy látja, mi a tapasztalat, hogy mennyien fizették be ezt a kutyaadót? Mindenki befizette, vagy sokan azt mondták, hogy nem? Sokan befizették, voltak, akik nem. Bejöttek, kifizették az adóikat, és azt mondták, azt a hat lejt, azt semmiképpen nem fizetik. Én nem értem meg a lakosoknak ezt a hozzáállását ehhez a dologhoz. Mindenki mondja, hogy Gyergyószent Miklóson kevés a pénz, Gyergyószent Miklóson sok a fűtés, mert kicsi a kereset, Gyergyószent Miklóson más a világ, de hát akkor nézzük azt is, hogy Gyergyószent Miklóson kicsi a költségvetés is. Ha nincsen az embereknek a zsebében pénz, akkor a költségvetésben sincsen pénz. Ha nincsenek dübörgő cégek, akik vállalkozások, amelyek ívelnek felfelé és nagy pénzeket forgatnak meg, a költségvetésünk akkor nincsen pénz. Nálunk is véges. Úgy, ahogy otthon mindenkinek a kasszája kicsi, ha nála otthon érzi, hogy szűk a kassa, ugyanazt érezzük az önkormányzatnál is a költségvetésben, hogy szűk a kassa. Nem lehet azt elvárni, hogy nekem otthon nincsen pénzem, és akkor az önkormányzatnak viszont le lehet terítve neki a pénze. Ő pályázzon, ő csináljon, ő hozzon pénzeket, de végesek a keretek. És ezen véges és keretek között kell gondolkodni. Ha az emberek nem támogatják azot a minimális dolgot, mert sokszor látom, hogy az emberek azért mégis azt az egy lejt a persejbe beteszik. Nem, egy lej, havi vagy heti egy lej nem érinti meg szerintem annyira a lakosságot, mert látom azért, hogy a sörre, cigire, a telefonra, a tévére, mindenre azért a pénz azért kijut, és egy 50 bani havonta, ami sokszor kiesik az ember zsebéből, és sokszor észre se veszi, azt az 50 banit, ha oda teszi, akkor segít ennek a közösségnek, hogy azok a kóborkutyák eltűnjenek a városból, és biztonságosá tegyen a gyerekei számára a közlekedést, és az ő számára, és az idősek számára legfőképpen. Mert voltak sajnos rá példák, hogy gyereket marcangoltak meg, időseket támadtak meg, ilyen kaját szállító vagy vívő embereket az étel miatt megtámadtak, de ez, ha ezt a kérdést nem kezeljük, és nem normalizáljuk ezt a dolgot, akkor nem biztonságos gyerőszakosan az élet. De hál' Istennek ezt sikerült kezelni, és egy kis dolgot kértünk a lakosoktól, hogy ők is vállaljanak közterhet ebből a dologból, és próbáljanak hozzájárulni ennek a költségeihez, de nagyon, nagyon nehezen vették, és nagyon nehezen gondolták át. Nem a saját kutyájukról volt szó itt ebben a pillanatban, hanem a köztéren szaladgáló 300 kóborrebnek a kezelésétben kértük a segítségüket. Nem erőst támogattak ebben a kérdésben, de a fennvaló megoldotta ezt a kérdést is, küldött egy svájcit, és akkor nem a Gyergyószent Miklósok terhén fog ez megtörténni, hanem a svájciban. De az elképzelésünk, amit nagyon akartunk, az megvalósult, és ez az igazi eredmény. Hát polgármester úr, csupa jó dolgokról beszélgettünk, tehát ugye felújul a Stadion utca, nem lesz fűtésemelés decemberig, legalábbis kóborkutyák eltűnnek az utcákról december 1-ig. Csak így tovább, tehát hogyha ilyen dolgokról tudunk beszámolni mondjuk 2-3 hónap múlva is, akkor már teljesen jó ívet vett a város iránya. Úgyhogy én megköszönöm, hogy itt volt. Egyébként úgy értesültem, hogy most már utazik Magyarországra, Szigetszent Miklósra. Mi célból? Szeptemberi hónapban vannak a testvérvárosi ünnepségek, és ezekre a testvérvárosi ünnepségekre meghívásokat kaptunk, és különböző delegációkat küldünk, úgyhogy majdnem minden hétvége ott telik, ott, ahol a kapcsolatokat teremtünk. A turizmusban nagyon előre tudunk lépni, és fontos nekünk megjelennünk. Majdnem mindegy testvérvárosban most már kiállítással is megyünk. Bemutatkozik vagy a gasztronómia, bemutatkozik a Hóvirág Együttes, bemutatkozik a
hímzőkör, és akár kulturálisan, most a múzeum megy Ceglédre, Hóvirág volt Somorján. Sok ilyen békésen, egy gasztronómiai kiállítás volt Gyergyőszent Miklósról, sok ilyen kis lépés kell ahhoz, hogy Gyergyőszent Miklósra felhívjuk a figyelmet. Hirdessük Gyergyőszent Miklóst, tudjanak a városunkról, és minél sok több turistát hozzunk ide. És szerencsések vagyunk, mert ez a tevékenység, amit 6 éven keresztül folytattunk, annyi turistát hozott ide ebben az évben, hogy amikor le akartam a nyáron foglalni ezt szállást, nem találtam helyet az itteni és környező panziókba. Ez azt jelenti, hogy a Gyergyőszent Miklósnak a híre, Gyergyőszent Miklósnak a megítélése megváltozott, és került egy olyan lehetőség, ami fellendítheti a turizmust, ezáltal pénzt nyerve és pénzt generálva ezen a tevékenységen. De hogyha egy picit lehetőséget kapnék arra, hogy volt egy korábbi adásunk, és abban a korábbi adásban egy betelefonáló kérte, hogy a járdát szeretné a stadion utca, a stadion előtt, a futballpálya előtt és egészen le a Slágerig, meg az átjáró kérdését is. Most üzennék akkor is, reagálnék erre a dologra, hogy ennek a tervezése folyik, és úgy az átjárót a Nikolai Bölcseszki utcán, a Szárhegyvelei kivezető részén, mint a járdát. Most tervezzük és reméljük, hogy már az idén, vagy ha nem a jövő év elején, akkor ki tudjuk hitelezni. Azért mondom, hogy ezek az ígéretek és ezek a kérések mind fel vannak írva, tudunk róla, és amit lehet lépésről lépésre is engedi a költségvetésünk és az energiánk, ezeket mind kipipáljuk. Köszönöm, hogy itt volt polgármester úr, kedves nézőknek köszönöm a figyelmét, türelmét, mindenkinek szép estét, viszontlátásra! Viszontlátásra!